oregánós bárány oldalas. Az oldalas előkészítés után a forrásba lévő vízbe helyezzük, lehetőség szerint a víz lepi el az oldalasunkat, ebben hozzávetőlegesen 30 percig sütjük. Ajánlott a bárány oldalast főzés után a saját főzőlévébe hagyni, hogy hűljön ki, így még omlósabb és zsengébb lesz a húsa. Miután félrehelyeztük és kihűtöttük az oldalast, összekészítünk a szószt. Megadott alapanyagokat rendesen dolgozzuk össze, keverjük ki, majd alaposan fürdessük meg benne az oldalast. Miután teljesen körbevonta a szósz, helyezzük forró serpenyőbe, és tegyük a sütőbe, amely 180 fokra van hevítve. Hozzávetőlegesen 20-30 percig süssük az oldalasunkat, miután kivettük a sütőből és készen sütöttük, elkészíthetjük az öntetünket, amelyet egy kézimixer segítségével sejmesre, bársonyosra túlmixolhatunk. Tárolás előtt gazdagon locsoljuk meg az oldalasokat,